mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Mai vendégem Prutka János, sportmenedzser, játékos ügynök, szakkommentátor. Sikeres sportolói pályafutását követően sportmenedzseri karrierjét építette fel, jelenleg a Futgolf Szövetség elnöke, a Magyar Speciális Olimpiai Bizottság nagykövete és a Spiller TV szakkommentátora. Üdvözöllek műsoromban! Szép napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy nagyon aktuális kérdés, hogyan változtatta meg a mindennapjaidat a jelenlegi krízishelyzet? Szerintem, mint nagyon sok embernek, nekem is rengeteg változást hozott, abból kifolyólag természetesen, hogy a munkámba beállt változások rákényszerítettek arra, hogy ezeket a változásokat megtegyem, de leginkább ezt az időszakot a belső fejlődésre használtam, és olyan dolgok elvégzésére, álmok megvalósítására, amelyeket lehet, hogy az elmúlt időszakban egy picit háttérbe soroltam, nem biztosítottam nekik annyi időt, és nagyon sokan panaszkodtak a válság miatt, ami teljesen érthető, hiszen ennek azért van egy nagyon erős gazdasági oldala is, viszont nekem soha nem volt ilyen az életemben, szóval hogy ne kelljen semmit csinálnom, egy picit, hogy tudjak pihenni, hogy tényleg tudjak olyan dolgokra koncentrálni, amelyekre eddig nem jutott idő, ez mind-mind boldogsággal töltött el, úgyhogy igyekeztem ebben a helyzetben is megtalálni a harmóniát. Na, mesélj egy kicsit akkor az új ötletekről, mik jöttek föl, mink kezdtél el dolgozni? Egyrésztről ugye ez egy folyamat volt, kezdődött azzal, hogy milyen jó, mennyi időm van, akkor rakjuk rendbe a körülöttem lévő dolgokat, az elmulasztott számlákat, esetleg egy-két olyan dolognak, költésnek az átstruktúrálását, amelyeket mindig halogattam, előfizetéseimet rendbe rakni, szóval abszolút így a háztartásom körüli dolgokat intéztem. Aztán természetesen ehhez már eleve párosult rengeteg mozgás, sport, átvette a mindennapi sport a főszerepet talán a mindennapjaimban. Előjött ugye a több idő az olvasásra, több időm volt sorozatokat nézni, több időm volt a kultúrára is egy picit, hiszen meg tudtam nézni olyan sorozatokat, színház által, színházak által online biztosított tartalmakat, amelyre korábban nem volt idő. És hát természetesen a munkánk terén is próbáltunk átállni egy picit így mi is az online verzióra, az online munkára. Ugye ez megtestesült abban, hogy szoktam órákat tartani a TV2 Akadémián, így az első között tapasztalhattam meg, hogy milyen a diákokkal online felületen keresztül kapcsolatba lépni. Hát ez nem volt valami pozitív élmény nekem, mert hogy nagyon hiányzott a személyes kapcsolódás ebből. És aztán próbáltunk olyan tartalmakat gyártani, mint mi is, mint amit láttam a te felületeiden is, amely itthonról végezhető, valami újat jelent esetleg a nézőknek, csak egy példát mondjak, például Szabó Lőrinc születés napján, ugye március végén a műveiből összeállított közvetítést próbáltunk meg imitálni Somos Ákos kollégámmal. Szóval rengeteg olyan... Milyen felületen volt? Milyen felületen csináltak ezeket a tartalmakat? Hol találhatóak meg? Ezeket személyes felületeinken, közösségi oldalainkban közé. Nyilván nagyon sok olyan tartalom is van, amelyet a Spiller TV oldala megoszt, ugye ott is elkezdődtek a feladatok, ott is áttértünk az online verziós adásokra, tartalmakra, műsorokra, úgyhogy mindig van mit csinálni, mindig van mivel elfoglalni magát az embernek. Talán, hogyha mindig belefér így a hosszú monológ végén, akkor a legtöbb időt mégis azok a papírmunkák vették el talán tőlem ebben a helyzetben, amelyeket mondjuk a Magyar Futball Szövetség hátterében és mögött kellett csinálni, hiszen ott egy újjá alakuló szervezetről van szó, rengeteg szabályzat átnézésére, rend felvarrására biztosított időt ez a jelenlegi helyzet, úgyhogy ezeket kellett elkészíteni, sőt ott ugye egy 5 éves stratégia megalkotásába és megfogalmazásába is belekezdtünk, az meg valóban rengeteg időt igényelt.
Egy picit úgy tűnt, ahogy mesélted, hogy mintha visszafiatalított volna téged ez a krízis helyzet, ugye a mindennapi edzések, például, hogy megjelentek, ugye sportolóként kezdted a karrieredet. Azok számára, akik, ugye ez a mindennapi edzés, ezt én is azt mondom, hogy iszonyatosan motiváló, meg nagyon sokat hozzáad az emberhez, hogyha karban tudja így tartani magát, viszont azért valójában egy elég nehéz rávenni magunkat minden nap valamilyen sporttevékenységre. Neked milyen tipped van azok számára, akik ott vannak, szeretnék ezt megtenni, de mégsem valahogy nem sikerül mondjuk a sportot a mindennapjék részévé tenni? Hát szerintem nem megbántva senkit, aki a jelen körülmények között, úgyhogy ennyi időt kell otthon tölteni, nagyon sokaknak ugye négy fal között bezárva, és ebben a helyzetben sem tud pár percet találni arra, hogy mozogjon, ott már tényleg csak az akarat erővel, vagy kifogások keresésével ugye van a probléma, vagy ott keresendő talán annak a háttere, hogy miért nem mozdul meg valaki. Nekem talán annyival egyszerűbb és egy picit más a helyzet, hogy a sportügynökségünkből, a kommunikációs ügynökségünkből fakadólag rengeteg olyan sportolót követek, rengeteg olyan sportolóval állok kapcsolatba, ahonnan megállás nélkül jönnek ezek az impulzusok. Mondjuk ez nem is egy rossz irány, most hogy lehet improvizálni egy picit, hogyha nyilván az ember bekövet ilyen oldalakat, ahonnan csak a sportok, a futás, a jóga, a kerékpározás, bármilyen mozgásforma jön vissza naponta, és ezeket dobják fel nekik a felületek, akkor nyilván az ember is sokkal motiváltabbnak érzi magát. De azért mondtam, hogy ez nekem könnyű, mert hogy nyilván ezek a sportolók viszont a karantén alatt egyrészt rengeteg új közösségi felületet nyitottak, ugye elkezdett a TikTok is teret hordítani rengeteg egyéb kihívásra, mozgásformára adott ez a helyzet lehetőséget. Elkezdték összevágni, csinálni ezeket a challenge-eket, ami valahol az emberi sportolóként ugye mindig kihívást érez, hogy hú, na ezt meg tudom csinálni, na ez lehet egy picit nehéz a számomra is, és akkor ez már automatikusan hozzam, azt vonza azt, hogy ugye az ember elkezd mozogni. Igen, talán abban van a kulcs, hogy akár csak 10-15 perc is már sokkal több, mint a semmi naponta, és hogyha abban belekezd az ember. Ez nagyon jó ötlet volt szerintem ez a közösségi oldalakon kövessél sportolókat. Kik a kedvenceitek, kiket követsz? Én követek csapatokat is, nyilván sportszervezeteket, ők is rengeteg tartalmat tesznek közbe. Ebben a kedvenceim közé talán az angol csapatoknak az oldalai, a Liverpoolnak vagy Chelsea-nek, hiszen hihetetlen magas szintű munkát végeznek, természetesen erről meg is van a háttér, de nagyon jó motivációs videókat lehet látni, például a labdarúgás terén Zlatan Ibrahimovic-tól, vagy Paul Pogba-tól, akik megállás nélkül rakják föl a challenge-eket egymással versenyezve. De vannak nagyon jó magyar oldalak itt, például a freestyle focinak az oldal, akik ugyancsak hihetetlen inspiráló és nehéz videókat raknak föl, amiben lehet meríteni. Én is közzétettem, pont két nappal ezelőtt indult el egy kihívás, a plank kihívás. Igaz, hogy egy kicsit ilyen amatőrebb szinten, viszont van egy tippem számodra, hogyha van kedved beszállni, hogyan lehetne ezt fokozni. Az a kihívás lényeg, hogy 12 másodpercről indulunk, ezt tudom, neked még nem kihívás. Minden nap 12 másodperccel növeljük a tétet, és egyébként ez egy ilyen egész évente áttartó olyan értelemben kihívás, hogy minden hónapban egy 12 napos kihívást invitálom a hallgatókat, nézőket. Úgyhogy egyébként ugye a kihívás végre majdnem 2,5 perc lesz a plank, ami azt gondolom, hogy akinek egy kisebb vagy közepes edzettsége van, már azért nekik is a 2,5 perc plank az kihívás. Viszont hogyha lenne kedved csatlakozni, arra gondoltam, hogy meg szívesen meghallgatnám, hogy meddig tudnád meg elvinni ezt a kihívást, tehát hány napon keresztül tudod növelni 12 másodperccel. Nem tudom, hogy van-e kedved esetleg ezt kipróbálni. Van egyébként plank csúcsod? Nem, ezt ebből a megközelítésből nyilván nem törekszem már a csúcsokra, mert minden nap erősítek különben meg, ezek szoktam plankelni is, de ennek megvan egy időintervallum. A jelen pillanatban ugye 45 másodpercenként váltogatom a különböző állásokat, hogy az összességében
mennyi szokott lenni, azt nem tudom megmondani. Egy tartást ilyen hosszú ideig még egyszer sem tartottam ki, úgyhogy kíváncsian várnám, hogy ez... Na, bátor ételek, akkor próbáld ki, és majd posztolt föl nekem a közösségi felületeiden, hogy mennyi volt a csúcs, meg bátorítsd esetleg a követőidet, hogy próbálják ki, szerintem ez egy izgalmas kihívás. Egy picit most itt a nagyon, úgy érzem, hogy a jó oldalát néztük meg ennek a válsághelyzetnek, ami számomra is fontos, hogy tényleg a pozitív oldalát is meglássuk az ilyen nehéz helyzeteknek, viszont biztos vagyok benne, hogy neked is voltak nehéz pillanatok. Mi volt a legnehezebb pillanat az elmúlt pár hétben számodra? Húha, most nagyon el kellett gondolkoznom, mert egyrészt nagyon pozitív személyiség vagyok, szóval a negatív dolgokon nem nagyon tudtam töprengeni, gondolkodni, de... Hát ha mindenáron kell valamit mondani, mert tényleg nem nagyon volt ilyen, akkor talán inkább a családdal való kapcsolódás és találkozás. Édesapámnak születésnapja volt április 19-én. Hugomék Németországban élnek, nem tudtak hazajönni, őket nagyon-nagyon régen láttuk, pedig pont úgy volt, hogy húsvét környéken találkozunk velük. Nyilván a húsvétot együtt szokta tölteni a család, ez is egy teljesen más megoldást igényelt. Úgyhogy ezek azok a dolgok, szerintem ezek az emberi baráti kapcsolódások, amik nagyon hiányoznak és elmaradtak az ember életéből. Egy pici csalást azért szoktunk belevinni, nyilván nem nagy társaságban, de hogy ebből is a pozitív oldalt emeljem ki, az pedig az, hogy azért a természetet szoktuk egy picit segítségül hívni, és szervezünk kis csoportokban néha-néha közös sétákat, kirándulásokat, kerékpározásokat, mindenki vásárol kerékpárt ebben a helyzetben, ami ugyancsak egy nagyon jó, visszakanyarodva az előző kérdés, ez nagyon jó mozgásforma és talán lehetőség, hogyha az ember tud menni, és pár méterre egymástól betölget a barátjával, úgyhogy közben kényelmesen teker. Ha már ennyit elér bárki, hogy ennyi időt biztosít a mozgásra, már ez is egy fantasztikus dolog lehet szerintem. Nagyon sok mindent említettél, mint új kihívás, új feladat. Hogyan tervezed meg a napodat, hetedet, milyen stratégiád van erre? Természetesen szoktam én is figyelni a híradásokat, és várja már az ember azt, amikor egy picit ugye lazulhatnak ezek a szigorítások. Ha minden igaz és helyesek az információk, akkor a héten talán erről már lehet szó a kormányülésén, hiszen azért ez a helyzet nagyon sok embernek okozott nehézséget, nagyon sokan vesztették el a munkájukat, és kerültek nyilván anyagilag is nehéz helyzetbe. Így ugye a mi tervezésünket és a mi feladatainkat is ez nagyban befolyásolja. Nagyon ritkán tudunk és menjünk be az irodába felelősségteljesen gondolkozva és nem vegyülve az emberekkel. Ugye mellettem is egy 92 éves néni lakik, azért próbáljuk kerülni az összes olyan kapcsolódást, amivel esetlegesen a körülöttünk élőket veszélybe sodorhatjuk. Viszont nyilván azok a dolgok, amelyeket említettem, akár a futballszövetséggel kapcsolatos teendők, akár a sport beiktatása, akár egy-egy egyéb feladat megvalósítása azért minimális tervezést igényel, de ezek most sokkal lazább dolgok, és ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot, mert mi korábban másodpercről másodpercre be volt osztva az embernek az ideje, vagy akár ugye még este 6-kor, 7-kor is ugye úgy gondoltam, hogy na, van egy feladat, annak gyorsan el kell kapni a nyakát, és meg kell valósítani, meg kell oldani, hogy másnapra már ne legyen. Addigra most ezek sokkal könnyebben tervezhetőek, és talán nem is beszélnék tervezésről, hiszen ezek naponta adják magukat, és nem olyan volumenűek, hogy erre külön esetleg határidőnapot kelljen vezetni. Például az internetes telefonunkban lévő naplóban a bejegyzések száma most abszolút a nullához konvergál, úgyhogy ez igen jelentős változás az én életemben.
Amikor sportolóként sportmenedzseri karrierre váltottál, akkor is azt gondolom, hogy egy ilyen új kihívások időszaka volt. Mennyire vonható ez párhuzamba, ez a mostani meg az akkori helyzet? Az például már igényelt tervezést az az időszak, és az ember már tudatosan készül ilyenkor arra, hogy valószínűleg előbb-utóbb amúgy is abba kell hagyni a sportpálya futását, és kellene valamihez kezdeni. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan nyilván tanulhat, tehet már olyan előkészületeket, amelyeket segítségül hívhat majd akkor, amikor eljön ez az időpont, és szögre tudja akasztani a cipőjét. Az egy sokkal tudatosabb rész volt, időszak volt. Most talán, ahogy említettem korábban is, inkább azokat a projekteket, dolgokat keressük, amelyek majd itt a szigorítások feloldása, korlátozások feloldása után hosszú távra is megoldásokat jelenthetnek, beindíthatják minél hamarabban a lelassult dolgainkat. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy annyira pozitívan és optimistán beszélsz, hogy ezt egyébként nem szoktam megkérdezni így a korábbi vendégeimtől most ebben a helyzetben, különösen egyébként a békeidőben, rendes időkben ezt mindig megkérdeztem, de most ez adja magát ez a kérdés, hogy 10 év múlva hol képzeled el magad? De jó kérdés. Nyilván az optimizmusom és a pozitív szemléletem annak is köszönhető, hogy nem igazán szeretek a múltban bolyongani, nyilván ez hozzátartozik az ember életéhez, de ezt sokkal inkább mind a pozitív-negatív történéseivel úgy fogom fel, hogy ez mind-mind kellett ahhoz, hogy most jelen pillanatban itt üljek. És nagyon a jövőben sem szoktam járkálni, követve azt a szellemiséget, ahogy akkor valószínűleg a jelen pillanatból nem tudnám kihozni a legtöbbet. Szóval azért nem tudok rá válaszolni, mert én mindig a jelen szituációból próbálom mindig kihozni azt, amit ki lehet, és ezért mondtam már a beszélgetés elején is, hogy ennek a jelenlegi helyzetnek is megvan a szépsége, megvan az üzenete, megvan, amit tanulni kell belőle, és inkább erre fókuszálok. Jobban a jelenre koncentrálsz. Kapcsolatban állsz, meg segítesz sportolók karrierjét is. Hogyan tudod ebben az időszakban őket motiválni? Mit mondasz nekik, amikor még számukra azért ez sokkal negatívabb és bizonytalanabb ez a helyzet, mint amilyen most számodra? Én bízom abban, hogy azért sportolok, meg azért rendelkeznek ilyen akaraterővel, megértek el ennyi mindent, hogy nekik valóban ne kelljen semmit mondani, ne kelljen őket motiválni, hiszen maguktól is nagyon jól tudják, hogy mivel lehet szinten tartani magukat, mivel lehet esetlegesen ebben a helyzetben is kihozni magukból a maximumot, jobbá válni. Az tény is való, hogy náluk is azért ezek a közösségi edzések, a között gyakorlások megszűnése okozott némi felfordulást, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy többüknek például ugyancsak családjuk van már, és ugye sok terhelésnek, sok edzőtábornak, edzésnek köszönhetően nagyon sok időt töltöttek ők is a család nélkül, igazából nem is tudták, hogy milyen a családi élet hétköznapjainak a mindensége, a nehézségei a gyereknevelésnek, és volt jó pár olyan ismerősöm, barátom, aki most látta csak Isten igazából, hogy például a kedvesének, feleségének, barátnőjének milyen feladatokat kell elvégezni, mennyire nehéz egy gyereket lekötni több órán keresztül. Úgyhogy szerintem azért lelkileg ez valahol nekik is jót tett, hogy egy picit több időt tudtak a szeretteikkel, közvetlen családtagjaikkal tölteni. És hát otthonról azért ők is elvégezték azt a rengeteg munkát, amelyet interneten edzőiktől, kuratoraiktól kaptak ebben az időszakban. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdést engedj meg, hogy egyetértesz-e azzal a kijelentéssel, az előző vendégem mondta,
hogy a szerencse lehetőségek észrevétele és megragadása. Ez így igaz. Erről beszéltünk talán ebben a műsorban is végig, vagy valószínűleg hasonlított az a szellemiség, amit képviselek, vagy próbáltam átadni. Igen, ebben a helyzetben is, aki felismeri a lehetőségeket, az biztos, hogy jó alapokat teremt arra, hogy a szerencséjének egy megfelelő táptalajt tudjon kialakítani. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm én is, hogy kerestem.